köszi, hogy el tudtatok jönni. Nagy szeretettel köszöntök mindent Réti úr 48. születésnapi alkalmából rendezett pincebulinkon, ami már hagyományteremtő, ugye évről évre minden ősszel megtartjuk, csak nem mindig mondjuk ki, hogy ez az ő születésnapja, mint ahogy most sem mondjuk ki, csak hallgatólagosan megegyezzük. Azt kell még tudni erről a rendezvényről, ez a rendezvény ez együtt tartódik minden évben együtt kerül megrendezésre a Kállai úrnak a pincéjében történő pince rendezvényel, amit szintén innen fogunk ellátni étellel, itellel és minden földi jóval, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Minden jót kívánok. Köszönöm szépen a gyere Gábor, a TV híradónak. Ezt így szokták Gábor, gyere. És középen. Nagy megtiszteltetés, új emplacer. De lesz ibida usted, señor? Por favor, adelante. Már régi vagyok. Már régi volt. Vannak olyanok, akik erre specializálják. Szakmailag nyitjuk a bort. Nagyon jó dugóhúzó. Abból az alkalomból, hogy kaptam egy kedves levelet, amely meghívott a pincebulira, és legnagyobb sajnálatomra csak itt értesültem róla, hogy az Imrének születésnapja is van. Ez teljesen tragikus. Nem, szerintem már van 25 is. Nem? Hölgyek! Senyores, senyores! Boros puhá? Mi ez? Nézzetek körül! Ugyanazok az arcok van a tűzőn. Menjék fel egyetbe, köszönöm szépen! Nem tudok, hogy mi van. Hát azért reménykedünk. Rózsa, te már jártál itt? Nem mondom! Ez hogy létezik? Meddig álltad eddig? Egy olyan kb. 1200 palacborral rendelkezünk itt. A hordók dísznek vannak. Ilyeneket tudok mondani. Széles a paletta. Igen, a paletta az lefedi Magyarország összes jó borvidéket. Nem, csak magyar. Ez magyar ízében, magyar szájban magyar bor. Pillanat. Ezek... Nem, ez nem az. Tévedtem. Ez. Az 59-es bor, ezt meg fogjuk kóstolni. Sárga muskotáj. Nem, ez Tramini. Tramini, becsak. Igen. És ez valódi. Sárga muskotáj, ez már elfogyott. Van, nem, most kint van az asztalon a sárga muskotáj. Az egyik legfinom a bor. Így van. Na. Hát ez élmény. Jó, klassz. Az most kint van az asztalon, azt gyerek állapot dolgok benne. Ez a rövid dugós, 1 centi dugó, és benne van 30 évre, mi? Így van. Na, gyertek. Lehet körülnézni, bátran különben. Klassz, én már néztem. Csodálatos. Én zárkozott ember. Mester! Szia, Lassi! Igen, nagyon jó, ez egy sárga muskotáj, kitönő zamattal, oké, jó,
bérlőt, szar, lehetőséget elővásárlással megvették, és abból nyílt. Nem köpöm ki. Köszönöm. Fitte hívó. Mit is tudok? Szőke Matyi, ez meg az teljes. Igen? Én se azt a mechanikus dolgot, nem fértem ki sehol se, csak is kapom. És ez volt az akkor. De majd hívom, hogy nehogy. Majd hívom, hogy jöjjön. Járjál, az a felé, mint nálam járjál. Nem jött a garázsba. Tudom, ismerem azt, hogy... Persze. Nem? Csak nem jártak be 8 órára. De... Ha ott kellene lenni a tüzetünkön, akkor nem tudom. Ha ilyen képen... Szevasz! Hogy mit a képes lap? Szia! Átadom a terepet, tessék itt tenni, minden félképpen én vagy. De szép pár, ezt nézze már meg, legyen szíves operatőr. De szép pár. Nagyon szépé teszi. A... Gyorsan, hogy tudjak levegőt venni. Sándor, földobtad a képet. Igen, hova? Sándor. Attila, egyet meg, hogy a szacmiatta van jó szemben.
Hát van a kisebb, vannak kisebb hibák az is. Ifjú arra otthon van, gyengélkedik. Bális otthon van, egy héttel. Köszönöm szépen, ez itt tökéletesen jó. Vegyük meg, hogy látszik, hogy van. Na látom itt fönn. Kicsit tedd lejjebb a kamerát, mert a fölülről fényképezel, akkor olyan hülyén néz ki, tudod? Rövid lesz a lába. A fölülről nem látszik alul a macikám. Pedig arra a legbüszkébb. Alul? Nem bűtöm. Ebben az a problémás egyébként, hogy nem látom, hogy mit, hova megyünk. Te látod, Marci? Mondhatok osztok az ilyen? Azt is mondtuk, de nem ez volt a kedvesség. Hogy látsz? Koncentráljál a Mártonra. Nem így volt? Tehát, kedves volt a dolog? Nem volt kedves. A legény bucról beszéltem. Márton tudja az igazit. Az biztos, a tudni. Jó volt, hát az biztos jó volt, mert a Pistiék másnap leléptek egy nightclubba egész éjjel, úgyhogy biztos, hogy meg volt az indítatás. Úgyhogy hangos filmet vesznek föl. A hopping meg volt. Szerintem
a Pisti itt se volt. Nem is jártad, mi? Kisfrankos teszteljétek. Szerintem én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha ezekből a professzionális, csodálatos poharakot lekeszteltek a kisfrankos. Ez volt a dolog. Beviszem át, mondom, Sanyi válasszál valamit. Kopár? A kopár jó lesz. Egy üveg nem volt. Ez volt a dolog. Ez volt a dolog. Ezt mondom, kibontotta föl. Nem én. Kicsit ez van lőni. Kibontotta föl a Frenkit. Olyat is felbontottatok? Van nektek le, ki világatok? Te felbontottad, Dati. De nekem viszkét is ittatok? Frenki volt. De csak az Attilai volt. Csak az Attilai volt viszkét. De az kisgyebben. Az keményen. Na, én írok, de nem velem kell foglalkozni. Na, válaszunk hát. Mi vagy te költő? Egyébként teli találat. Gyere, Laci, előbb válaszunk. Hát nyilván nem. Még nem bizonyítottam, de biztos. Na jó. Én mondtam. Jó. Gyere, a csajok jönnek, a csajok. Csapi, más senki. Gyerekek, volt itt víz is, meg kóla is. És az nem fogyott? Víz, kóla, az nem fogyott? Szerintem nem. Én legalábbis nem tartom egy víz, kóla, az eget csak én. Az nem volt. Nem itt, senki nem itt, amit a kóla. Kéves apa, egy kulcot hoztál? Nem akar az lába a házóhajtok. Ajaj. Édesapa, kulcsot. Kulcsot előre. Ezzel nehogy a csajok ugorjanak ki onnan is. Most jönnek a legszebb lányok. A Lacit. Az jó lesz. Azt megnézzük. Ott is van még egy ajtó? Akkor... Nem, arra a gyakorlatunk van. Az a vatán. Ez van. Nagyon nagyon szépen csinálsz. Ki csinálta? A kamerát arra kérnék, hogy ilyet a balfőső sarokban lévő borokat rá közelíteni. A de jó illata van. Hát ez egy kicsit. Hát nem lesz annyi ember. Hát nem lehet kívánni. Most értékeljük. Szepsi Aszú, 1997. Mondjuk rá, hogy jelenleg a világ egyik legjobb bora. Föl is tesszük vissza a helyére. Erről sokkal többet nem kell mondani. Itt van a Szepsi küvé. 2000 Szepsi küvé. A világ második legjobb bora. Az első szerintem. Melyik a harmadik? Hát most azért ezt a sorrendet követtük, mert hogyha lett volna egy 1999-es Szepsi küvé, csak ezt már nem lehet kapni, akkor lehet, hogy arra kellett volna azt mondanunk, hogy a világ legjobb bora, de ez jelenleg csak a Jakab Fila címnál van, úgyhogy hát neki is csak három darab. Meghívjuk a Lacit. Mégiscsak ez a legjobb bora a na, akkor Laci, mi a egy üveget, amit mi pihatunk. Egy gesztenyi és kékfrankos van odakünk. Akkor egy következő kategória. Az nagyon jó. Az jó? És akkor nyugodtan. Van itt nálatok sok jó bor van. Vörös bort válaszunk. Vörös bort válaszunk. Játékosan akkor a kevésbé ismert... de mégis nagyon izgalmas, és akkor elindulok oda hátra, igen. És a Monarchia borai között. És akkor nézzük, itt a Tóth István borokat láthatunk, és a Tóth Istvánnak van egy olyan bora, amit egész egyszerűen csak Egethegyi kékfrankosnak nevezett. Azt gondolom, hogy ha ezt megkóstoljuk, akkor meg fogunk lepődni. Igen. És akkor két kék frankon szerepel, ráadásul Egerből, ugye, hiszen a Vince Bélái is onnan való. Megsimogatjuk, mert...
Nem volt első lépések. Igen, az első lépések. Igen, a pincei klíma apró lecsapódásán kívül tökéletesek a poharak. Tehát egyszerűen csak párás. Elnézést, hogy megegyek. Ezek a poharak jó poharak. Kiforgalmazza. Jó poharak. Ez a Riedl Magyarország. Kint keresztül lehet megvenni. Vásárolni. Hát, több helyen kapható. Egy egyszerű. De egy drága ember itt ül a balomon. Hát nem propagáljuk ezt a dolgot, hanem ez itt a Magyarország szívében, Budapesten. Havas. Köszönjük. Milyen? A vas? Ja, nem. Vince Béla. Vince Béla. Gesztenyési kék van. Egyelőre még Vince Béla. Parancsoljátok. Bezártasz? Valami fogok. Köszönöm. Mányok? Én köszönöm. Én kérem szépen. Én is, hát kidobom. Így, teljesen rendben. Én is. Úgy néz ki, hogy úgy néz ki, hogy nekem kettő van. Össze lehet. Párban. A kázmérét ott a legkülön. Egy, egy kifejezetten jól látható, nem, egy teljesen tökéletesen értelmezhető fityiszt láttam egyébként ezelőtt, amikor azt gondoltam, hogy nekem kettő van. Tehát, operatőri fityiszt, akkor most valami újat kell kitaláljak. Tehát, de beleillatom a borba, és egyből mondja. Szóval, ha valahol Egerben igazi egyensúlyokat keresünk a kékfrankosban, akkor jó helyen keressük. Tehát meggyes, Márton szerint komoly szeder, erdei gyümölcs illatokkal tűzdelt. A héjanyagnak az a szép gyümölcsössége, és benne az a gyümölcsi alakult tanin, teljes egyensúly, tehát a gesztenyési kékfrankos egy nagyon kiváló bor. Azért olyan szörnyű, hogy jobb a legjobb a legjobb a diszkréció, hogy nem ők egy Jakabfi László, tehát nem tudom kiszínezni a történetet. Próbálj meg! Nem tudom. Attila, miért nem iszol inkább? Innék van, nincs mit innom, tehát innék valamit. De azért megsémál! Azt tudom mondani az ügyel kapcsolatban, hogy a Jakabfi Lászlónak mindenbe igazom. És tessék mondani, hogy voltak azok a... mondom, Pist! Milyen bugyikról kellett beszélni? Pist, itt sem volt egyébként. Hogy lesz? Úgy néz ki, én voltam egyedül. Én voltam egyedül, meg a Jakabfi. És a Jakabfi nem is nem, volt. Nem, a Tászlón is itt volt. Jakabfi nem volt bugyi, és mondta, hogy fordulj a kasra, én meg megtettem. Hát mondom, ha ezt kéri, a kasra fordulok. De ez a zöld autó. Ez remélem, ez egy fekete doboz jellegű dolog lesz, hogyha csak halálom esetén bontják. Attila, de mi volt a zöld ajtóban? Azon történt az eset? Zöld ajtó. Ez konkrétan nem tudom, hogy mit jelent a zöld ajtó. Tehát hogy arra fordult rá. Többet tud erről mondani. Nem csak azért, hogy arra fordult. Én a kérdés mindenkinek van. Én ez a zöld ajtó. A Holstra cím volt úgy. Én nem tudom, hogy én csak a Jakabfi. Na, de nem ez valahol a zöld ajtó. Hogy történt egyébként a Dani? Fontos lacim volt bugyi. Ugye? Ne is mondj. Ez tuti. Én nem voltam ott. Figyelj, jó, hogy a Jakabfira peséted a múlva. Azt mondta a Böbe. Majd jövő héten megtudjuk, nem? Csak leülünk a Lacival. Én Laci remélem most csuklik, de én komolyan mondom, felnézek rá, mert olyan gyönyörűen elmesélni történeteket, ahogy ő elmondja nyomatékosan, sokszor ismételve azt, hogy nehogy véletlen valaki félreértse, hogy mit is történt konkrétan. A világon nem született. Hány dolog van? Hát egyrészt egyébként két dolog van. Nem is volt annak. Egyetlen egy van mindig. Hála jó Istennek, ezt megtudtuk. És tényleg a Jakabfi Lacinak én nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, amit értem, tehát az elmúlt fél évben, az életemben amit értem fog tenni, előre köszönöm neki, és remélem, hogy az utókornak tényleg majd valami hiteles történet is elmond egyszer rólam! A Telki Kábel TV-n megjelenik Attila! Most több minden nem teszem be, így hirtelen.
Ráközelítik, vigyázzál meg! Remlékszem, hogy ment a tank, ott nem volt helyen. Úgy hozták a háború tanki. Hát aztán egy pár hét volt. Emlékszem, és akkor halottak, hogy hozzánk hozták. Nem, az különbözőt. Úgyhogy teljesen megfordult. De működött is, mert utána testek elején? Elhúzták, megcsinálták. Gyönyörű, szép estéjünk van, és most azon gondolkodom, hogy... Ja igen, így nem vagyok elég kameraképes és fiatal, most éppen azon gondolkodom, hogy hogy tudnánk valami még szebbet csinálni Telkibe, nem itt pártja, mert lokál patrióta vagyok. Köszönöm az interjút. Szia Imre! Szóval ez jó is? Akkor én... Köszönöm! A kemény, hogy milyen nagyon kellemes. Az én kezemet is! Lehet! Egy másik! Meg, ugye mondtam? A kérdezték, a László az is részt. Itt van állunk, Nem szeretek ilyen, hogy nagyon jó. Ez most mi? Mi már a Filipovannal vagyunk?